Expedíció 168-as rész. Nagy szeretettel bemutatom Csiminszky Attila urat, aki a Ivigyen megmutattandó Cut Trip, már most franciásan ejtem, mert majdnem így is tudok, nevű céget, vagy vállalkozást, vagy baráti társaságot vezeti. Van szerencsém a helyszínt is bemutatni. Marrakesben vagyunk. Az urak a körülöttünk álló terepjárókkal fognak lefelé menni a sivatag irányába, eljutnak egészen Tantan városáig, és megkérem Attilát, hogy német nyelven mutassa be saját magát és a társaságát. Elmondom először magyarul. Ám legyen. Utána meg elmondjuk németül. Jó, hát én vagyok Csiminszky Attila vagyok, ahogy a Zsolt mondta. Abból, amiből élek, az egy valami más dolog, de nagyon szeretünk utazni, és szervezünk mindig utakat. Olyan helyekre, ahol másképp nem lehet eljutni, mint négykerékhajtással. Kis csapatok vannak, nem túl nagyok, mindenki ismer mindenkit, együtt vagyunk egy pár hetet, vagy egy pár napot. Kora reggeli csendéletünk, expedíciónk 70. napján. Csabi inkább kihátrált a képből, azt mondja, a reggeli fejét ő maga se bírja elviselni. Így néz ki egy gyáriasított sátrunk. Így néz ki egy agyon össze és vissza pakolásott trabantunk. És így néz ki a tegnapi napon megalkotott kerekünk, ami az Atlas hágóját sínylette meg gyengéden. Foyms Gud elnevezésű városkából, közben Csabit próbálom koordinálni, hogy vágtázzon neki a következő etapunknak, és megpróbáljuk megnézni a Lat Iviki elnevezésű kiszáradt tavacskát. Az útviszonyok azok eddig katasztrofálisak. A lábamat belógathatom egész nyugodtan, bátran a Csabi szeme elé, hogy hagyd zavarja a kilátás. Trabant Expedíció 171. beruházása, mármint hogy egy interjút fogok készíteni egy urakkal, és ők gondolják, hogy ők a legfontosabbak. Holott, ha jobban megnézitek ezt az ábrát, hát csak és kizárólag emiatt volt az, hogy az én Millennium Flakon elnevezésű Trabantommal közös nevezőre hoztam az ő Toyota típusú gépjárművüket. Nos, uraim, hol vagytok ti, és mit kerestek itt Afrikában? Szia! Hát mi most itt vagyunk Afrikában, ahogy mondtad, a Szahara csücskébe, Zagórába, azt hiszem, ha jól tudom. És jó, hogy kiszúrtad azt a Star Wars-os cuccot, mert az egész táj az fantasztikus, olyan, mint hogyha ott forgatták volna. A barátom, aki most nem látszik, őt a németek, akikkel jöttünk, ez a 4x4 GPS Challenge szervezői, elnevezték Jabának, mert nem tudták kiejteni ezt, hogy Csaba. Tehát ő lett Jabba the Hutt. Ne hagyjuk titokban a dolgot, bemutatom nektek Csabát, aki immáron Jabba nick névre hallgat. Így van. Uraim, azt szeretném még tőletek megkérdezni, hogy milyen élményekben részesültetek itt a 4x4 trip szervezése által? Jártatok-e a sivatagban, kaptatok-e nagyköveket, volt-e szerviz problémátok, és úgy egyáltalán, hogy érzitek magatokat ebben a feelingben? Hát amit most elmondtál, az mind megtörtént, de jól érezzük magunkat nagyon. Most megyünk majd épp a szerelőhöz, és remélem nem hagyjuk ott az összes pénzünket, és haza tudunk majd menni innen. De ha nem, akkor majd megkeresünk téged, és akkor majd kérünk tőled kölcsön. Kemény a terep, de nagyon látványos, nagyon jó. Azt hiszem, hogy mind a kettőnknek egy életre szóló élmény. Igen, a igen. Csaba barátom, vagy Jabba, ő most lesz jövő héten 50 éves, és azért is jöttünk el, az ő fél évszázados évfordulóját megünnepeljük. Hát Isten éltesse, és örülünk, hogy itt van Afrikában. Ugyanakkor, hogyha már ide mellénkosonkört, akkor bemutattál ezt az urat is. Elhagyta a jó múltkorában a német nyelvű bemutatkozást, elsumákolta mondjuk úgy németül. Úgyhogy megkérném Csiminszky urat arról, hogy számoljon már be nekünk echte német nyelven, hogy ki is ez a 4x4 trip, és hogy mióta, hány alkalommal szervez ide utakat Afrikába. Oh, the firma für Trip gibt's eigentlich seit über 15 Jahren.
und Marokko organisieren wir seit 15 Jahren eigentlich. Und seit voriges Jahr haben wir unsere Tätigkeit ausgebreitet und auch auf Ungarn. Also praktisch auf den deutschen Markt. So kommt auch Java dazu. Und wir hoffen, dass es demnächst so mehr von Landsleuten, von uns auch ebenfalls, auf der nächsten Mal GPS Challenge oder irgendeine andere alten Restaurantveranstaltung teilnehmen. Ende die Durchsage. Nos, én ezt franciával meg tudtam volna ismételni, hogyha németül értek belőle egy szót is. Minden esetre kis zenés összeállításunkkal fogom kiegészíteni a mai riportot arról, hogyha el tudom kunyerálni az uraktól azokat a filmfelvételeket és snitteket, amiket engedélyeznek számomra a filmekben megjeleníteni, és hát jó szórakozást a zenés összeállításunkhoz. A kalandokról továbbra is beszámolok szerint.